A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma egy rendhagyó beszélgetésre invitálom önöket, annál is inkább, hiszen a vendégemmel a népzenétől a külképviseleten végzett munkáig mindenről szó esik. Elindulunk Kolozsvártól, illetve egy Kolozsvár melletti kis településtől, hogy megérkezzünk aztán haza, otthonról hazaérkezve Budapestre, hogy aztán akár elmenjünk Tajvánra és újra vissza, és hát a végső hely pedig, amiről szó kell, hogy essék, az Székesfehérvár. Székely Levente a vendégem, tisztelettel köszöntöm. Köszönöm a nézőket. Egy rövid Bartók idézet, a népzene a természet tüneménye, mondja ő, ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a természet egyéb élő szervezetei, a virágok és az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan tökéletes a népzene. Ha valaki, akkor ön meg tudja becsülni ezeket a gondolatokat, annál is inkább, mert hogy a népzene a választott hivatása és a tehetsége és az elkötelezettsége okán azt hiszem, hogy nagyon fontos pillanatok voltak az életében, amikor ezzel foglalkozott. Menjünk el akkor Erdélybe és Kolozsvár mellé, hiszen egy kis településen született. A szüleim százfenesiek, ez a falu Kalotaszeg része, de abban különbözik, hogy a református Kalotaszeghez képest egy katolikus falu, valószínűleg székely betelepülők, és így aztán mind édesapám, mind édesanyám részéről Székelynek hívják a családot, úgyhogy már kisgyerekkoromban ragadvány név alapján különböztettek meg. Az egyik család Bodó volt, a másik a Bogár. És egyébként azért ez különleges, mert a Bogár nagyapám már megjósolta, hogy belőlem politikus lesz. Akkor az egész család nevetett rajta. Szóval százfenes, és hát mint minden gyereket engem is kisaptak nyaranta a nagyszülőkhöz, és ott értek tulajdonképpen azok az élmények, főleg zene, tánc, a falusi közösség, ami aztán, mikor iskolába kezdtem járni, az ugye elhalványult, és valamikor 15-16 éves koromban klasszikus zenei képzettség mellett hirtelen jött a reveláció, a népzene, és hát nagyon érdekes dolgok voltak, mert amikor elkezdtem már komolyan foglalkozni a népzenével, feladtam a klasszikus zenei karrieremet, hát a szüleimnek a kétségbeesésére. Akkor jöttek elő dallamok. Olyan dallamok, amiket nem tudtam, hogy honnan ismerek, és aztán úgy visszajött, hogy amikor kisgyerekként futottunk ki a főutcára, ment a lakodalmas menet, násznép, szóltak a zenészek, és akkor Mennyasszony kísérő dallamát valahonnan emlékeztem, hogy ismerem. Szóval furcsa az embernek az emlékezete, sok minden mélyen-mélyen megül, és egyszer csak fölszabadul. Szóval százfenes, igen, de én már Kolozsváron születtem, szüleim első generációs értelmiségiek, édesanyám tanítónő, édesapám tanár, és engem pedig az óvodában kiemeltek, annak idején voltak ilyen tehetségkutató csoportok, mentek óvodáról óvodára, énekelni kellett, ritmust kopogni, engem kiemeltek, hogy zenei tehetségem van. Úgyhogy az első osztályt már a kolozsvári zeneiskolában kezdtem, és tulajdonképpen 12 évig klasszikus zenét tanultam, de jött ez az irányváltás. Az irányváltás az mindig nagyon fontos, hogy egy fiatal felnőtt miként képzeli el a jövőjét. Voltak határozott elképzelései már, mint azzal, hogy egyrészt a zenét szeretné tovább folytatni, a másik oldalról pedig, hogyha úgy tetszik, akár a szülői indítatásnak köszönhetően, hogy legyen egy civil foglalkozása is. A szüleim
főleg édesanyám zenész szeretett volna belőlem, mert nagyon szép énekhangja volt, de a háttere, az anyagi és szociális háttere, ezt nem engedte meg, hogy ezt tanulja. Úgyhogy belőlem szeretett volna zenészt csinálni. Én viszont, nekem a vonzódásom nagyobb volt az irodalom felé. Faltam a könyveket, nyelvet tanultam, magamtól megtanultam gyakorlatilag franciául. És a zenei pályát, a zenét imádom mind a mai napig, de nem volt meg bennem az a szorgalom, ami igazándiból egy komoly zenei karrierhez kell. Annyi ambíció viszont volt bennem, amikor rájöttem arra, hogyha nem gyakorolok napi 3-4 órákat, abban a szakmában nem lehet sokra vinni, akkor sem, hogyha egyébként tehetségem van hozzá. Úgyhogy inkább irodalmi karrier érdekelt, sorozatosan nyertem a városi meg a megyei irodalmi versenyeket, aztán az országos magyar irodalmi versenyen első lettem Aradon, és így aztán bölcsész pályára indultam. Tehát, de igazándiból ebben a népzene játszotta a legfontosabb szerepet, mert 10. osztály környékén megismerkedtem ezzel az autentikus zenével, Kallós Zoltánnal, és annyira elborított ez a zene, hogy egyszerűen klasszikus zene többet nem volt számomra fontos. Tehát a válaszúti patak mellett van egy fa, ez a dal, azt hiszem, hogy akkor visszaköszön mindenképpen. Ők egy egészen különleges missziót teljesítettek be. A magyar társaival népzene rajongók azért nagyon is jól tudják, hogy Kallós Zoli bácsinak mi mindent köszönhetünk, hiszen Jószerivel egész Erdélyt bejárta azért, azt mondom, hogy Páciumtól Székelyföldig, hogy az autentikus, hiteles magyar népzene megkapja azt az elismerést, illetve azt a felfedezést, ami hiányzott. Viszont hogy folytatta a zenei karrierjét, a hegedűs karrierjét, hiszen nyilvánvaló, hogy ha valaki elkezdi, és ön ráadásul volt alkalma meghallgatni, remek hegedűs volt, és most is az, annak önmagában nem elég, hogy csak a saját körének játszik. Igen, tulajdonképpen azt hiszem életem teljesítményében talán ez a legkiemelkedőbb, hiszen az első erdélyi táncháznak a megalapítói voltunk két másik osztályt, három osztálytársammal együtt gyakorlatilag. Ez egyfajta politikai ellenállás is volt azzal a rendszerrel szemben, amelyik többszörösen elnyomott minket, erdélyi magyar kisebbséget, és mi akkor ugyan nem politikai szempontból fogtuk fel ezt az egészet, de gyakorlatilag az volt. Egyébként, amikor én aztán elhagytam Erdélyt, és Magyarországra költöztem 1982-ben, akkor gyakorlatilag a rendszer is persona non grátának, nem kívánatos személynek titulált, és így aztán alig egy évnyi Herce-Hurca és Kálvária után elhagytam Romániát. Igen, de ehhez nyilván a Ceausescu érát otthagyni, az indítatásnak sem utolsó, de hát önt egészen más motiválta a szülőhely elhagyására. Beszéljünk egy kicsit arról. Igen, a szerelem. Tehát ez 23 éves volt, amikor megismerkedett Lelke Jobbik felével. Ez egy szerencsés találkozás volt, hiszen a mai napig boldogságban élnek. Beszéljünk egy kicsit erről mindenfajta bulvár nélkül, hiszen én azt mondom, amikor egy ifjú hölgy és egy férfi ember egymásra talál, és örökhűséget esküsznek egymásnak, az egy kivételes pillanat. Egyébként ez nagyon romantikus. Nincs bulvár, de tényleg romantikus, ezt gyakran elmesélem. Tajvanon például a közönség imádta, hogy oha nagykövet úrnak, milyen romantikus a házasság. Tényleg az volt, én zenéltem egy mezőségi kis faluban, Visában. A leendő feleségem pedig, mint a Balettintézet első néptánc tagozatának a hallgatója, a mesterével Timár Sándorral gyűjteni voltak Erdélyben. És úgy hozta a sors, hogy ott Visában én zenéltem, ő meg akkor lépedve, és
ez egy ilyen nagyon poros kis falusi kultúrház volt. Most a belelkesedtek a helyi fal fiatalok, óriási por volt, és mikor már nem bírtam tovább a port nyelni, akkor megálltam, lehúztam a zenét, a táncot, és mondtam, hogy ameddig nem hoznak két vödör vizet, és nem locsolják szét, addig nem tudom folytatni. És akkor lépett be Leendő párom, aki ezen annyira megsértődött, hogy ez gyakorlatilag megutálás első látásra volt. Nagyon ellenszenves voltam, amikor ők éppen filmezni akartak meggyűjteni, és aztán ennek a folyománya viszont az volt, hogy amikor elkezdtem muzsikálni, akkor az ő bevallása szerint csak behegedültem magam a szívébe. De az első találkozó az nem volt ennyire különleges. Tehát összekötötték az életüket. Bár ez nyilván, ahogy olvastam, nem volt egyszerű, hiszen Magyarországon szerettek volna élni, aminek azért volt akkor még akadálya. Ne feledjük, a Ceausescu rendszer, ha nem is az utolsókat rúgta, de rendkívüli szigorúságában akkor még olyan volt, hogy mint bármelyik más diktatúra. Azt hiszem, a legrosszabb diktatúra volt az egész térségben egyébként, és hát egészen elképesztő, amin végig kellett menni, hiszen ahhoz, hogy én egy külföldi állampolgár feleségül vegyek, hogy összeházasodjak, ahhoz először is meg kellett szerezni egy olyan formanyomtatványt, amit csak vagy odaadtak, vagy nem. Akkor utána a Ceausescu elnöknek a személyes aláírásával kellett ezt jóvá hagyni. De előtte például egy különleges bizottság elé citálták a szüleimet, ahol megalázták őket gyakorlatilag. Édesanyám sírva jött ki, mert hogy azt mondták, hogy milyen anya maga, aki elengeti a gyermekét. Ha öreg lesz, ki fogja eltartani. Annyi, hogy nekem ezt előre megmondták, hogy ez lesz, én felkészítettem a szüleimet erre, de hát egészen gyalázatos volt, amin végig kellett menni. Ráadásul megfosztottak az állampolgárságomtól, tehát én amikor átköltöztem Magyarországra, akkor hontalan voltam. De viszont az erdélyi identitása nyilván megmaradt egyik oldalról, másik oldalról pedig nagyon komoly tervei és célja is lehettek a megérkezésekor. Mikor döntött úgy, hogy a zenén túl egy másik utat választ, ami egy egyértelmű jövőkép? Hát ez inkább a sors volt, mint az én választásom. Azt említettem, hogy nagyapám megjósolta, hogy politikus bogárfiókának hívott. Mindig érdekelt a környezetem, a világ ügyei, mindig hallgattam a rádiót, olvastam a híreket, nyelveket tanultam, de igazándiból zenész pályára készültem, és mikor átköltöztem Magyarországra, először Sebő Ferenc talált meg, úgyhogy a Molnár utcai táncházban én zenéltem Halmos Bélával együtt, aztán a Kalamajka együttes is megtalált, tehát egyfajta zenészpálya nézett ki nekem, és a rendszerváltás hozott egy óriási változást, ugyanis megkeresett a kinevezett bukaresti nagykövet, Rudas Ernő, aki ő volt tulajdonképpen a futár, az egyik fiát Kolozsváron édesanyám a zeneiskolában tanította. Innen volt az ismeretség, és Ernő mindig vitte a csomagot édesanyámnak Kolozsvárra, én mikor már Budapesten laktam, és hozta a levelet, mert egyébként mindent felbontottak, meg elvettek volna. Úgyhogy ez volt az ismeretség, és sok beszélgetés alapján 90 decemberében mentem haza táncházból, fekete Mercedes állt a ház előtt, még bennem volt az a frász, hogy úristen, fekete autó. Mementem, Ernő ott volt, és azt mondta, hogy engem, én leszek az új bukaresti nagykövet, annyi engedményt kaptam, hogy egy munkatársaim egy részét megválaszthatom, és rád gondoltam, van 24 órád eldönteni, akarsz-e diplomata lenni, vagy nem. És hát ez úgy jött, mint a derültékből a villámcsapás. Leültünk Hédével, a feleségemmel, és akkor megbeszéltük, hogy ezt az óriási pályamódosítást, tehát egy teljesen más életet választjuk-e, vagy sem. Akkor már két gyerek volt, a kisebb. Nehéz volt a döntés egyébként? Nekem nem volt nehéz, mert nagyon izgatott. Tehát mondom, volt egyfajta irányultságom, hogy mindig is érdekelt ez a politikai terület, és a családnak nehezebb volt, hiszen egy
egy 6 éves, meg egy másfél éves gyerekkel mentünk ki Bukarestbe, ez 91. augusztusában. Hát ott meg ilyen egészen borzasztó körülmények voltak. Ugyan diplomata lakást kaptunk, de abban télen nem volt fűtés szinte. Egy héten kétszer, egy óráig volt meleg víz, ezt kisgyerekekkel. Úgyhogy nagyon nehéz volt az indulása. De hát előtte gyakorlatilag a külügyminisztériumban egy felvételiztem, fölvettek, és volt egy 3 hónapos kiképzésem a külszolgálatban. Hiszen azért vettek föl, hogy Bukarestbe menjek, mert ugye jól beszéltem románul, helyismeretem volt, és a Rudas Ernő bízott bennem. És hát mindjárt úgy kezdődött, ezt elmesélem, mert ez egy különleges dolog, hogy bedobtak a mély vízbe. Először is az elsőt, ugye ez a rendszerváltás után van, az új úgynevezett demokratikus Románia, és jött egy az ottani parlament külügyi bizottságának egy delegációja Budapestre, országház, és a külügynek mondták, hogy küldjenek egy tolmácsot. Én meg hát előtte igazán nem tolmáskodtam. Úgyhogy a főosztályvezető azt mondta, hogy jól van, Levente, menj, tehát te tudsz jól románul. Úgyhogy első élményem az volt, külügyi bizottsági találkozó. A Magyar Külügyi Bizottság elnöke akkor Tamás Gáspár Miklós volt, akit Isten nyugosztalja, most hunyt el. És elég rossz élmény volt, mert a Gazsi, akit egyébként Kolozsvárról ismertem korábbról, ugye ő is jól tudott románul, és minden második mondatomat kijavítottam, mert ő tudott egy annál jobb szót arra, amit csináltam. Ez volt az egyik mélyvíz, a másik, hogy visszamentem, és a főosztályvezető azt mondta, hogy a románok kérték, hogy kössünk egy alapszerződést, és hogy meg kell fogalmazni a tervezetet, fogalmaz egy tervezetet. Most másfél-két hónapja voltam a külügyminisztériumban, és mondtam, de hát hogy fogjak hozzá? Ugye akkor még ilyen kezdetleges komputerek voltak, nem volt Windows, meg. És azt mondta, hogy a másik főosztályon a magyar-szlovák tervezetet már megcsinálták, kérdelt tőlük, írd át, mutatis mutandis, és akkor majd lesz. És úgyhogy a legelső variációját a magyar-román alapszerződésnek azt én írtam kezdőként. Úgyhogy ez is egy nagy élmény volt. Aztán augusztusban kikerültünk, és egyébként a tolmács karrierem nagyon fölfutott, mert gyakorlatilag 1999-ig én voltam a legfelsőbb szintű magyar-román tolmács. Ez azt jelenti, hogy minden felső szintű látogatáson, a 4 szem köztiken is. Tehát íve volt a pályájának mindenképpen. Hát igen, és hát ez azért meglehetősen nagy teher, ugye, mik az alapszerződésről mentek, hol Budapesten, hol Bukarestben a tárgyalások, mindig engem reptettek, és akkor óriási összeütközések voltak. Tehát nem tudom, hogy mennyire emlékeznek a nézők. Hát ez egy nagyon nehéz szülés volt a magyar alapszerződés, hiszen tőlünk azt várták, hogy örökre mondjunk le mindenféle területi követelésről. Mi követeltük, hogy a romániai magyar kisebbség jogai tartsák tiszteletben, és hát ez nagyon nehezen ment. És hát nagyon emlékszem, az első magyar delegáció, az a Jeszenszky Géza külügyminiszter volt, akit végig kísértem a látogatásán, fogadta az Iliescu elnök, meglehetősen nagy megaláztatás volt, ugyanis a elnöki palotában, a Kotolcsány palotában, hát majdnem fél órát várakoztattak minket egy olyan előszobában, ahol egy szék nem volt. Álltunk, és vártunk, és utána beengedtek egy ilyen nagy terembe, volt egy ilyen nagy trónszékszerűség, meg mellette egy kisebb székén, meg egy ilyen sáblin tolmásként, és akkor kioktatták Jeszenszky Gézát, a történészt, arról, hogy a magyarok ilyen barbár népség, és beengedték őket a Kárpát-medencébe, a románok nagyvonalúan, és visszaélnek ezzel a nagyvonalúsággal, és az erdélyi magyarság 5. hadoszlopként viselkedik, és arra emlékszem, hogy Jeszenszky Géza először szóhoz se jutott, és a végén egyébként a hosszú
beszéd után ő tulajdonképpen csak annyit mondott, ha jól emlékszem, hogy köszönöm, hogy fogadott, elnök úr, nagyon sok mindenben nem értünk egyet, és azzal fogtunk magunkat, és elmentünk. De Göncz Árpádnak tolmácsoltam Marosvásárhely főterén, az egy nagyon nagy dolog volt, ott volt több tízezer magyar ember, akkor Vásárhelyen talán még többségben voltak a magyarok, és hát akkor ott neki kellett tolmácsolni. Aztán volt négy szem közti találkozó, ahol csak engem küldtek be, érdekes módon a románok is. Persze nyilván azért, mert lehallgatták, hogy mi megy ott, úgyhogy ez egy szebb, igen. Tehát ez egy rendkívüli kihívás volt mindenképpen. Mi igen. Volt a következő lépcső? Hiszen nyilvánvaló, hogy íve volt a külpolitikai diplomata pályájának is. Igen. Hát Bukarestben végül is jól teljesítettem, mert kaptam két rendkívüli rangemelést, úgyhogy már első titkárként jöttem haza, és 5 évig voltam kín, általában 4 év egy külszolgálat, és egy 6. is ott akartak tartani. Úgyhogy nyilván ez egy egyértelmű elismerés volt, a család megvétózta, elég volt Bukarestből 5 év is. Úgyhogy hazajöttem egy helyettes államtitkárnak, a Balkánért és Kelet-Európáért felelős helyettes államtitkárnak voltam a kabinetfőnöke, és aztán kaptam egy ösztöndíjat, Egyesült Államokban. Bostonban van a Fletcher School of Law and Diplomacy, ez a legrégebbi amerikai posztgraduális diplomáciai egyetem. 1933-ban alapította a Harvard Egyetem egyébként, úgyhogy az óráim egy része a Harvard campuson volt. Maga ez az iskola, ez a Tufts Egyetemen van, és akkor ott egy év alatt elvégeztem egy ilyen 2 éves mesterszakot, nemzetközi jog és diplomácia. Az nehéz volt, mert igazándiból én angolt csak autodidakta módon tanultam, és ott azért kellett egy 120 oldalas szakdolgozatot írni, úgyhogy ez egy komoly kihívás, és a család nélkül, a gyerekek nélkül. De az viszont nagyon később nagyon jól sokat számított, mert van egy nagyon nagy alumnus hálózata ennek az egyetemnek, és aztán később minden külszolgálaton volt egy Fletcher klub, ahol nagyon komoly kapcsolatokat tudtam kiépíteni. Úgyhogy ez volt a Bostoni Egyetem. És már még ott voltam, amikor kijelöltek bukaresti nagykövetnek. Telefonon az egyik rivális felhívott hajnalban, hogy nem értettem, hogy miért hív, és aztán én kibögtek, tudsz róla, hogy téged jelöltek nagykövetnek, és mondom, nem tudtam. És aztán mégsem én lettem, ugyanis mindkét szülőm Romániában lakik, és végül is a felső vezetés úgy döntött, hogy ez egy olyan kockázatot jelent egy nagykövetnek, zsarolhatóságot. Úgyhogy végül is nem én lettem, viszont a New York-i ENSZ képviseletre kerültem tanácsosnak, és ott a biztonsági tanács dolgaival foglalkoztam. Ugye mi nem biztonsági tanács tagok voltunk, de hát ez 99-től 2004-ig, hát ekkor volt a szeptember 11, az afgán háború, az iraki háború, afrikai, meg közel-keleti konfliktusok, úgyhogy nagyon izgalmas volt, mert gyakorlatilag ugyan mi nem bent voltunk a zárt BT üléseken, de ott vártunk kint az előszobában, és akkor az, akinek jó kapcsolatai voltak, akkor azt ki tudta kérdezni az egyik nem állandó tagot, vagy akár én az amerikaiakkal is jobban voltam, meg norvég nagykövettel, és akkor azt jelentettük haza. Egyébként ez nagyon izgalmas, mert Lavrov mostani orosz külügyminiszterrel találkoztam naponta, aki akkor ENSZ nagykövete volt Oroszországnak, rendkívül tanult és nagyon furfangos diplomata volt, de mit tudom, Powell tábornokkal, aki akkor az amerikai külügyminiszter volt, tehát ilyen emberekkel találkoztam. És ez különlegesen érdekes volt. Aztán 2004-ben hazaköltöztünk, külügyminisztériumban voltam a stratégiai tervező főosztálynak a helyettes vezetője, majd előbb az EU kül- és biztonságpolitikai főosztálynak, aztán a stratégiai tervezőnek, és aztán
Azért helyettes vezető voltam, mert sikerült összerúgnom szakmailag a port az akkori EU ügyekért felelős államtitkárral, Udvardi Ivánnal, úgyhogy ha már egyszer kinézett nekem egy nagyköveti kinevezés Bukarestbe, akkor arra vártam, hogy most már nagykövet leszek. És hát láthatóan nem akarta kinevezni, mert volt egy kis afférom, úgyhogy jelentkeztem, pályáztam a genfi ENSZ képviseletre helyettesnek, első beosztottnak, ezt így hívják, és 2009-ben, igen, 2009, nem, 2008-ban kiköltöztünk Genfbe, és a legnagyobb döbbenetemre egy héten belül az ottani nagykövetünk, Szelei Gyula agytumorban meghalt. Úgyhogy rám szakadt gyakorlatilag a képviselet, tehát nem kinevezett nagykövetként, hanem ideiglenes ügyvívőként, de én vittem 3 évig gyakorlatilag az ENSZ képviseletet Genfben, és aztán sikerült ott is egy kicsit összerugnom a port Martonyi János külügyminiszterrel, megint szakmai okok miatt. Úgyhogy pont a 2011. januárban kezdődő magyar EU elnökségi előtt hazakértem magamat decemberben, ott egy kicsit büntiben voltam mondjuk így egy évig, és akkor jött a másik nagy meglepetés, egyik pártfogom mondta, hogy Martonyi most már talán megbocsátott nekem, és Tajvanra keresnek képviseletvezetőt. Ugye Tajvanról azt kell tudni, hogy az egy kínai elv miatt nem nagy követségünk van, hanem kereskedelmi irodának hívják, de nagy követségként működik, és akkor én nagyköveti rangban kikerültem. Persze ez is úgy ment, hogy volt 1 órán volt eldönteni. Valaki visszalépett, akkor megnyílt ez a lehetőség, és akkor én hazatelefonáltam a feleségemnek, hogy neki csak 1/2 órát adtam, hogy akarunk menni Tajvanra, vagy nem. És akkor ő megnézte az interneten, gyönyörű hely, tele földrengésekkel, meg tájfunokkal, de úgy vonzónak tűnt. Úgyhogy elvállaltam, 2012. augusztusában kiköltöztünk Tajvanra, és életünk legnagyobb élménye volt, a legszebb külszolgálat, ugyanis ott egy olyan különleges karriert futottunk be, mint művészházaspár, ugye a feleségem. Igen, volt alkalmunk képeket látni erről. Igen, ott, hát ott gyakorlatilag a tálcán hordoztak, mikor kiderült, hogy ilyen. És mi nem a szokványos diplomaták voltunk, hanem én komolyan vettem azt a küldetésemet, hogy én a hazámat képviselem, és én vagyok az arca Magyarországnak gyakorlatilag ott Tajvanon. Ezért aztán mindent elvállaltunk, minden fellépést. Ugye a dolog úgy kezdődött, hogy 11 évig nem volt pénzhiány miatt, nem volt nemzetünnepi fogadás, magyar nemzetünnepi fogadás Tajvanon. Én összekoldultam egy kis pénzt, és megtartottuk ezt a nemzetünnepi fogadást, és meghívtuk rá a sajtót. Írott, elektronikus sajtót. Hédi talált egy üres unikumos üveget a rezidencián, ő ugye táncosként azt mondja, hogy mi a látványos egy üveges tánc. Én a hegedűmet mindenhova vittem külszolgálatra magammal, úgyhogy az volt a kulturális műsorra a nemzetünnepi fogadáson, hogy én hegedültem, meg énekeltem hozzá, Hédi meg üveges táncot táncolt, ő is mindig vitte magával a viseleteket, a legszebb népviseleteket, és másnap tele volt a tajvani sajtó velünk. Rádióba hívtak, tévébe hívtak, újságcikkek voltak, nagy interjúk, és akkor egész, hát nem egész Tajvan, de nagyon sokan megismerték az új magyar nagykövetet, aki zenész, és aki a felesége meg táncos, úgyhogy Hédit meghívták magyar néptáncot tanítani 2 egyetemre, az ottani balettintézetben, meg egy műszaki egyetemre. Én nekem nagyon gyorsan ment a promóció a Mangalicától kezdve a magyar borig. Ugye, ha az embernek nagy a láthatósága, akkor nagyon könnyen megy, mint kés a vajba. Úgyhogy utcán fölismertek minket, hogy nis songjálítás, mondta a kis tajvani, ön a magyar nagykövet, és akkor mondtam, hogy igen, és oda voltak.
Úgyhogy ennek köszönhetően nagyon népszerűek voltunk. Tehát és ez hát megerősítést azt... jelentett nyilván, nem csak önnek, hanem a családnak is. Egyébként egy rövid kérdés arról, hogy a gyermekei hogy viselték a rengeteg költözést, hiszen nyilvánvaló a későbbiekben, akár a nyelvek megtanulása okán is, ez nagyon sokat segít, de azért ez nagy kihívás mindenképpen. Az egyik hátulütője a diplomáciai munkának, hogy ezt a család megszenvedi, mert 3-4 évente ember veszi a sátorfáját, fölpakolja a gyerekek játékaitól a könyveig mindent, a ruhákat, és költözni kell. És akkor ugye New Yorkba költözni, onnan haza költözni, aztán a Genfbe már nem jöttek velünk a gyerekek, egyébként már nagyok voltak, de például a New York az nagyon megviselte mind a kettőt, mert ugye kiszakadnak a környezetükből, a baráti körből, aztán ráadásul nekünk ez egy külön trauma volt, mert a fiunk ott kezdte el az egyetemet, 3 fiunk, és akkor már nem jött haza New Yorkból, mert itthon nem volt olyan szak, amit ő választott. Ráadásul ő ott érettségizett, és az amerikai érettségit itthon nem fogadják el, mert hogy nem egyik komoly érettségi. Úgyhogy be kellett volna neki, másodéves volt az ottani egyetemen, és itthon meg vissza kellett volna ülni a gimnáziumba, az iskolapadba, és utána itthoni nehéz érettségin túl esni, meg utána újra kezdeni az egyetemet, úgyhogy ő kint maradt. Lányunkat is eléggé megviselte, itt iskolát kellett váltani, mert nem igazán fogadták be. Máshoz szokott kint, ugye, meg a barátokat elvesztette, úgyhogy nehéz a családnak, ez kétségtelen. A feleségnek is, mert mindig föl kell adni a munkahelyét, tehát Hédi is mindig hagyományok házában, annak az elődjében dolgozott a művelési intézetben, azt népművelési intézet, ha jól emlékszem. Aztán Duna TV-nél dolgozott, ott is ott kellett hagyni, mindig fölmondani, akkor mikor hazajöttünk megint munkát keresni. Általában visszafogadták, ugye, mert kedvelték, de ez az árnyoldala a diplomáciának. Igen, és a család mindenek felettisége, ha úgy tetszik. Tajvan után még következett? Tajvan után, az az igazság, hogy én mindig lélekben azért művész maradtam, meg zenész maradtam, úgyhogy mindig volt egy-egy konfliktusom a diplomácia, a külügyminisztériumnak ezzel a nagyon merev, hierarchikus rendszerével, és hát Tajvanon is sikerült megint konfliktusba kerülnöm, ugyanis azért haragudtak meg rám, hogy túl jól végeztem a dolgomat. És ez ilyen nagyon furcsán hangzik, de az az igazság, hogy az egy Kína elv miatt ott inkább az az elvárás, hogy Tajvanon az ember nem nagyon mozog, nem túl mozgásos. Nekünk meg a nagy láthatóság miatt olyan perspektívák nyíltak, hogy én összehoztam egy gazdasági együttműködési megállapodást, amit aláírtam, egy agrár együttműködését, egy working holiday megállapodást, ami a fiataloknak a egyéves vízum, munkavállalási vízumát jelenti. Előadásokat tartottam egyetemeken, és többször bement itt Budapesten a kínai nagykövet tiltakozni, hogy már megint mit erőlködünk ott Tajvanon. És addig, ameddig profi főosztályvezetők voltak, akik az ázsiai területet ismerték, azt úgy tudták kezelni. De amikor egy új főosztályvezető került, aki nem tudta kezelni ezt a helyzetet, akkor harmadszor mentek be tiltakozni, akkor engem váratlanul hazarendeltek Tajvanról. És az az igazság, pont akkor kaptam meg a 25 éves jubileumi jutalmamat, 25 év diplomáciai szolgálat, és akkor úgy döntöttem, hogy ott hagyom a külügyminisztériumot, mert hát mondjuk elég méltánytalan dolog volt, hogy ezért büntet meg, hogy jól végzem a munkámat. És beadtam a lemondásomat, és akkor kiderült, hogy egy nagyon sok fontos emberrel ismerkedtünk meg, többek között milliárdosokkal. Az egyik őjük, akit elég gyakran vendégül láttunk a rezidencián, ugye ez is érdekes volt, mert több helyen szakács van,
mi kis költségvetésű képviseletünkön a feleségem főzött, meg egy helyi diák segített fölszolgálni, de elég nagy rendezvényeket tartottunk, mert a kapcsolatépítés ez egy kulcskérdés. És az egyikük egy Frank Liu nevezető milliárdos úriember, aki a Franklin Templeton nevezető amerikai bankháznak az ázsiai, a kínai nyelvterületért felelős főnöke volt. Látta rajtam, pont aznap este, amikor megérkezett a hazarendelés, pont rendezvény volt nálunk, és akkor Frank látta, hogy lógatom az óromat, és kérdezte, hogy mi a probléma. Mondtam, hogy felmondtam, mert hát ilyen méltánytalanságért, és akkor mondja, hogy de hát segítettél nekem a magyarországi cégemet létrehozni, nem akarsz annak a elnöke lenni véletlenül? A véletlen, a sors mindig ilyen elképesztő dolgokat hozott. És hát mondtam, hogy de én nem vagyok üzletember, én diplomata vagyok, meg zenész, meg... És mondta, hogy nem baj, majd lesz egy társ, te társelnök leszel, lesz valaki, aki ért hozzá, segítesz nekem a kapcsolataimat kiépíteni, úgyhogy elvállaltam, így megint puhára estem. 2015-ben hazajöttünk, és akkor a Franknek a cégét segítettem a kapcsolati, főleg a politikai, meg társadalmi kapcsolatépítést, és megint sikerült egy fontos dolgot létrehozni, ugyanis megmentettük a pápai húsgyárat. Csődben volt felszámolás alatt, és a Franket sikerült meggyőzni, hogy ez egy ilyen nagyon komoly politikai gesztus lenne a magyar kormány fele. 800 valahány munkahelyet mentettünk meg, és így gyakorlatilag 3 évig dolgoztam a Chifu Investment cégnek, és gyakorlatilag aztán, amikor lejárt a szerződésem, nem újítottam meg, mert igazándiból nem volt már hasznom. Tehát üzletember nem lettem, nem tudok kibújni a bőrömből. Kapcsolatait felépítettük a cégnek, és akkor úgy döntöttem, hogy ilyen zenész módon visszatérek az eredeti műfajhoz, és akkor azóta gyakorlatilag zenélek. És megérkeztünk Székesfehérvárra. Én azt hiszem, hogy amikor Artóri András ajánlott a figyelmembe egyéb iránt, hogy önök ide költöztek, meglepődtem én magam is. Mi volt az oka a költözésnek? A család, mint mindig. Alek, az ember ennyi izgalom és kaland után is megtanulja, hogy a legfontosabb dolog az életben a család. Az embernek a társa meg a gyermekei, úgyhogy a lányunk Fehérvárra költözött, mert a férje itteni kórházban rezidens, itt dolgozik, és ő mondogat, megszületett a harmadik unokánk, másik kettő az Amerikában van, őket kevesebbet látjuk. És Veronika lányunk mondta, hogy költözzetek ide, mert állandóan pesztrálni kell, ugye be kell segíteni, a lányom is zenél, meg a fiam is zenél. És a több zenekarban játszik, úgyhogy próbákra kell járni, általában Budapestre, vigyázni kell a kicsire, és rájöttünk, hogy Budapesttől Fehérvárra állandóan ingázni nem jó, úgyhogy hagytuk magunkat meggyőzni. Mondta, hogy Fehérváron sokkal jobb az élet, mint Budapesten, és akkor vettünk egy nagy lélegzetet, és vettünk egy házat Feketehegyen, és most már itt lakunk, hát lassan 4 hónapja, és akkor szeretjük. Nagy tisztelettel köszönjük, hogy minket választottak, köszönjük a családnak is, és természetesen bízom benne, hogy fogunk találkozni egyéb okokból, hiszen azért a zene az továbbra is vonzat, nyilvánvaló, és hát az Alba Regia Tánc Együttes itt van nekünk, és az összes többi kulturális esemény, én biztos vagyok benne, hogy találkozunk, és hát üdvözöljük a székesfehérváriként. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, egy portrébeszélgetést láthattak Székely Leventével. Kérem, hogy figyeljenek erre a névre, hiszen a közeljövőben bizonyosan fogunk találkozni vele gyakran. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, minden jót mindnyájuknak. Thank you.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.